Isten akarja, hogy az ő öröme a miénk legyen, hogy tudjunk hálás lenni azért, amivel megajándékoz bennünket, például a földnek a termésével. A legjobb mezőgazdászok, a legprofibb betőmaggal, a legjobb növényvédelemmel sem tudják elérni azt, hogy a növény az növekedjen. A növény azért növekszik, mert Isten így alkotta meg. És azért tud 30-60%-nyit, vagy sokszor még többet hozni, mert Isten belekódolta ezt. És én hiszem, hogy Isten bennünket is valami egész másra alkotott meg, mint ahogy nagyon sok ember megéli az életét a Földön. Azt látom, hogy az embereknek az élete nagyon sok esetben tele van keserűséggel, tele van szomorúsággal, tele van bajjal. Sokszor egyet tudunk érteni a különböző zsoltároknak a szavaival, amelyek panaszkodnak és elmondják, hogy hát nagy a baj. Vagy a múlt héten emlékeztek, a Nóri mondta, hogy hát ők összeházasodtak után mondta, hogy hát nem erre számított is. Valahogy így vagyunk ezzel mindannyian, hogy valami jobbat várnánk, de mégsem ezt kapjuk meg az élettől. Azt reméljük, hogy ha vége az iskolának, akkor majd minden tuti lesz. Utána azon gondolkozunk, hogy de jó volt, amíg iskolában jártunk. És tudjuk ezt, hogy ezek a dolgok, ezek tényleg így vannak, hogy vágyunk valami jobbra, vágyunk valami többre, és nagyon sokan mindenféle tudatmódosító szerekhez fordulnak azért, hogy hát ha boldogabb leszek majd. Ha depressziós vagyok, elkezdek inni, vagy drogozni, vagy bármi más, hát ha el fog múlni ez az életérzés. És azt veszük észre, hogy pillanatnyi örömet okoz, de még nagyobb mélységbe taszítja az embert. És azt látjuk, hogy például az egyik Zsoltár, a 86. Zsoltárnak a 20. verse, az egy olyan szívhez szóló rész, azt mondja, hogy seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk. Ez a kérés véleményem szerint minden egyes ember szájából elhangozhat. Minden embernek helyreállásra van szüksége, arra helyreállásra, amire Isten alkotott bennünket, amire Isten megtervezett bennünket. Tudjátok, bármilyen eszközt vesztek, technikai eszközt vagy gépjárművet, nagyon sok esetben a leírásban benne van, hogy a rendeltetésszerű használat az nagyon fontos dolog. A garancia csak rendeltetésszerű használat mellett működik. És én azt látom, hogy az ember nagyon sok esetben nem rendeltetésszerűen használja az ő életét. Olyan dolgokat cselekszik, amelyel tönkreteszi magát. És ahogy említettem, pünkösd a törvényadásnak is az ünnepe. És hogy lehet egy ilyet megünnepelni, hogy Isten törvényeket ad az embereknek, bekorlátozza őket? A mai világ az nem akarja a korlátokat. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak, vagy hogy hogy legyen. De nézzétek meg, tegnap volt például egy foci meccs, ahol hál' Istennek nyertek a magyarok. Milyen lenne az a foci meccs edző nélkül? Vagy milyen lenne a közlekedés kressz nélkül? Szükség van a szabályokra, amelyek meg tudják szabályozni, hogy merre jó az embernek haladnia, hogyan tud az ember növekedni. És ez a 10 parancsolat, ez mindenki számára érvényes. Éppen a múltkorában beszélgettem egy ismerősről, aki mondta, hogy mennyire fontosak a szabályok, mennyire be kell őket tartani, és ebben igaza van, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb szabály az Istennek a törvénye, Istennek a szava. Azért, mert életet ad a számunkra. Azt mondja Isten, ha megtartjuk a törvénynek a parancsolatait, akkor ebben élet van. Életet fogunk örökölni, életet fogunk megtapasztalni. Isten nem korlátozni akar bennünket. Nem bántani akar bennünket, hanem azt akarja, amit a Laci is látott a pólón, hogy free legyen az életünk, teljes szabadságban tudjunk élni. Ehhez szükség van Isten törvényére. Szükség van az, hogy Isten törvénye megítélje bennünket, és lássuk meg azt, hogy a jelenlegi állapotunk az nem az optimum. Isten nem erre tervezett bennünket, hogy szomorúak, rosszkedőek, depressziósak, bánatosak legyünk, és nem arra tervezett bennünket, hogy folyamatosan csak a nyomorúságot lássuk, és még a jóból is tudjunk kihozni valami rosszat. Éppen most hallottam, tegnap néztem, az egyik internetes újság cikkében megjelent, hogy Nik Vujicic is Magyarországra fog látogatni, és Erdélyt is meglátogatja. Nem tudom, hogy hallottatok erről, és fog egy támogatást is kapni a kormánytól ez az egész projekt, hogy minél több embert elérhessen a reménység üzenetével. Ő egy újjászületett hívő gyerek, akinek se keze, se lába, de mégis tele van reménységgel. És ezt én egy olyan ismerősömnek a Facebook posztjában láttam meg, aki erős kormánykritikát fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan is, pedig ez egy jó dolog, hogy elírnak egy szolgálót, és támogatják, aki Istent fogja szolgálni. És való igaz, hogy minden kormányzatnak, minden vezetőnek megvannak a gyengeségei, megvannak a nehézségei, tudunk hibákat elkövetni, de ha valami jó, akkor azt kell, hogy tudjuk elmondani, hogy jó. És kell, hogy egy hívő embernek az élete, az reménységgel legyen tele. Ne keserűséggel, ne szomorúsággal, ne folyton bánattal, hanem egyszerűen van okunk az örömre. Ha kinézünk, hogy süt a nap, zöldelnek a fák, csicseregnek a madarak, tudjátok,
Az elmúlt időszakban elmentek tőlünk a madarak egy 2 évvel ezelőtt, és imádkoztam azért, hogy jöjjenek vissza a madarak, és most egész nyáron csicserednek a madarak. Annyira hálás vagyok érte, hogy amikor felkelek, arra kerek fel, hogy a madarak azok Isten dicsőítik, és Isten emelik fel. És akarok én is ilyen lenni, hogy nem azzal kelek fel, hogy már megint mi a bajom, már megint mennyi nehézségem lesz, bár lehet, hogy bajaim vannak. Lehet, hogy fáj a derekam, fáj a lábam, lehet, hogy sok-sok probléma elér, de van miért hálát adnom, mert újabb napot adott nekem Isten, hogy felemeljem az ő nevét. Isten egy igazi örömünnepet ad a számunkra. És Pünkösdnek az üzenetének az egyik nagyon lényeges eleme, hogy Isten az ő örömével akar bennünket betölteni. Ő azt szeretné, hogy a vele való közösségünk az teljes tudjon lenni. Sokan félreértik a Szentléleknek a munkáját, és azt gondolják, hogy ez egy ilyen, mit tudom én, plusz kiegészítés. Ezzel egy upgrade-et keresztény leszel, majd jobb lesz, mert jönnek az ajándékok, tudod őket használni. De ez nem erről szól. Isten az ő szent lelkét nem azért adta, hogy egy eszköz legyen a számunkra, hanem azért jött el a Szentlélek, mert ő nem egy eszköz, hanem egy személy, hogy személyes kapcsolatban legyen velünk, hogy támogasson, vezessen bennünket. Ha egy idegen földrészen jársz, nagyon jó, ha van mellette egy idegen vezető, aki ismeri a helyi szokásokat, ismeri az ösvényeket, tudja, hogy merre kell menni. A Biblia azt mondja, hogy mi itt a Földön egy idéglenes életet élünk. Ez nem a mi otthonunk. A mennyország a mi otthonunk. Nem ismerjük ezt a Földet úgy, ahogy kellene. A Szentlélek viszont ismeri, és el tud vezetni bennünket minden igazságra. És nem is csak minden igazságra, hanem részletesebben is mondja, azt olvassuk a Bibliának a János evangéliumában, a 16. rész 7. versétől ezt mondja az Úr Jézus, hogy én az igazat mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És azt, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Még egyszer itt azt mondja, hogy bűn, igazság és ítélet. A Szentlélekre azt mondja, hogy egy vigasztaló, pártfogó. A görögben azt mondja a Biblia, hogy paraklétos. Egy vigasztaló, aki odafigyel ránk is, akár egy ilyen védőügyvédnek a szerepét is be tudja tölteni. Isten az ő fia által elküldte a Szentlélket, aki a Istenségnek a harmadik személye, hogy itt legyen, azt mondta Jézus, elküldöm hozzátok, hogy veletek legyen, és elvezessen bennünket minden igazságra. És hogy megítélje a világot, vagy megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A bűn, igazság és ítélettel kapcsolatosan 3 dolog az, ami eszembe jutott. Az egyik, Isten szent lelke helyreállást akar hozni. Ahogy említettem az első versben, amit felolvastam, hogy állíts helyre bennünket, Isten helyünkre akar állítani bennünket. Mert hogyha helyeden vagy, akkor tudsz igazán lubickolni. Ha kiveszek egy delfint a partra, bár tüdeje van, előbb-utóbb el fog pusztulni. Ő nem a szárazföldre teremtve. Ő a vízben érzi otthon magát. Ha téged sokszor úgy látnak meg, úgy érzed te is magad, mint egy partra vetett hal, akkor lehet, hogy vissza kéne menni a vízbe, hogy tud lubickolni. Isten nem akarja, hogy úgy éljük az életünket, hogy folyton szomorkodunk, folyton kesergünk. Nem akarja azt, hogy úgy éljük a keresztény életünket, hogy tele vagyunk bajokkal és problémákkal, amelyek letörnek és megütölnek bennünket, hanem azt akarja, hogy álljunk helyre, és teljünk meg Isten örömével. Teljünk meg Isten békességével, hogy minden egyes napban lássuk meg az örömöt. De ahhoz, hogy a helyreállás el tudja jönni az életünkben, ahhoz kell, hogy Istennek az igazsága az tudjon kiteljesedni az életünkben. Amikor szembesülök az igazsággal, az mindig megmér engem. Többen fogtok most államvizsgázni. Meg fog benneteket mérni az államvizsga a bizottság, hogy tudjátok azt az anyagot, vagy nem, és a végén osztályozni fognak. Kitűnő, megfelelt, vagy jól megfelelt, elégséges, a többivel ne foglalkozunk, de ez a 4 az mindegyik jó, igaz? Tehát megegyezzétek vele, bár persze jobbak a jobb égyek, de meg lesz mérve a tudás minden egyes vizsgánál, hogy mi az, amit tanultam, készültem, mi az, amit megjegyeztem, tudom ezt a tudást alkalmazni, és kiderül az igazság, hogy valóban rátermett vagyok-e arra a szakmára, vagy éppen nem. Én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy amikor az ő igazsága a Szentlélek által jön, ez mérjen meg bennünket, vizsgáljon meg minket, és akarjunk és tudjunk változni, változtatni. Mert a 3. pont, amit itt megemlítettem, az ítélet tekintete, itt a felkészülés az, ami szó az eszembe jutott. Vissza fog jönni Jézus Krisztus, nem is olyan sokára. Kell, hogy tudjunk felkészültek lenni. Annyi katasztrófa film szól a világ végéről.
vagy egy meteorit jön, vagy a Föld kéreg megbomlik, vagy lehetne sorolni, majdnem minden héten van egy ilyen film. És az emberek aggódnak, félnek, és nagyon-nagyon sokszor az van a filmekben, hogy az emberek nem készültek fel, vagy nem tudtak felkészülni. És a vizsga is akkor így ijeszti meg az embert, hogy nem tudott felkészülni, mert ha felkészültek vagyunk, akkor nyugodtak vagyunk. És Isten azt akarja, hogy tudjunk felkészültek lenni a vele való kapcsolatra, a vele való találkozásra, és tudjuk felismerni őt, és ebben segít nekünk a Szentlélek. Segít, hogy helyreálljunk, segít, hogy kiteljesedjen az életünk az igazságban, és segít bennünket, hogy tudjuk felkészülni az Istennel való találkozásra, illetve az élet kihívásaira. És hogy mit kell ehhez tennünk? Igazából látjuk azt, hogy ezek a tanítványok, azt látjuk az igében, hogy ezek együtt voltak, és engedelmesek voltak. Az apostol cselekedetei 2:1 azt mondja, mikor a pünkösd napja eljött, mindannyian egy akarattal együtt voltak. Ha szeretnénk Istennek a jelenlétét az életünkben, ha szeretnénk a Szentlélekkel betöltekezni, akkor nagyon fontos, hogy legyünk engedelmesek, és tudjunk közösséget gyakorolni, tudjunk együtt lenni. Ne külön-külön legyünk, hanem közösségként tudjuk megélni az életünket. Nagyon fontos, hogy ezek az emberek tisztában voltak a telhetetlenségükkel, és bíztak Isten ígéreteiben. Az Apcsel 1:8-ban mondja Jézus, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, Samáriában, és a Földnek mind végső határáink. Veszünk erőt, amikor a Szentlélek eljön reánk. Isten Szentlélek betölt bennünket. És nagyon jól látjuk a Péternek az életében, hogy bár ő egy fizikálisan erős, vehemens természetű ember volt, az igazán kritikus helyzetekben rendszeresen elbukott. Egészen addig, ameddig nem vette a Szentléleknek az erejét, és utána megváltozott az egész élete. Az az ember, aki egy szolgáló leánytól félve menekült, hogy ki ne derüljön, hogy ő Jézus Krisztusnak a szolgatása, az az ember, aki káromkodva tagadta meg Jézusnak a nevét, amikor a tűz mellett megkérdezték, ez az ember Szentlélekkel telve kiállt Jeruzsálem főterére, és elmondta az igazságot, megvádolva az összes embert, akik ott voltak, hogy ti voltatok azok, akik keresztre feszítettétek a Messiást. És egy cseppnyi félelmet nem látunk a szavaiban, egy kicsi aggodalmat sem látunk, mert Isten helyreállította őt. És az a vezető lett, akit Jézus már látott benne ott, amikor még a halakat halászgatta, illetve a hálókat foltozgatta. Jézus látta benne. Ő is látta magában, szerintem Péter se gondolta volna, hogy mi lesz belőle, de Isten látta. És akarta azt, hogy az ember megváltozzon. És amikor betöltekezett Szentlélekkel, Isten ereje kiállott rajta keresztül, azt olvassuk, hogy mintegy 3000 ember tért meg azon a napon. Férfi, ki tudja, hogy mennyi hölgy? Azt olvassuk, hogy amikor bizonyságot tett a Péter, apostolok cselekedetei 2:37-38. Ezeket pedig, mikor hallották, az emberek szívükben megkeseredtek, és ezt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Péter pedig ezt mondta nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Azt olvassuk azon a napon, mint egy 3000 férfi csatlakozott hozzájuk. És ez egy csodálatos dolog. Azért, mert az emberek rájöttek arra, hogy nem jól csinálták a dolgaikat. És helyre akartak állni. És amikor a megtérésnek az üzenetét mondjuk, akkor erről beszélünk, hogy Isten jó terve valósuljon meg az életünkben. Nekünk nem az a lényeges, hogy ebbe vagy abba vagy amabba a gyülekezetben járjon egy ember. Az a lényeges, hogy ismerje meg Isten igazságát. Ismerje meg Istennek a szeretetét, és tudjon teljes életet élni. Egy helyreállt életet. Hogy ne kelljen egész életét keserűségben, félelemben, szomorúságban élni. Ne kelljen folyamatosan a bukásaiból kínlódva próbálni, kikecmelegni, hanem egyszerűen Isten győzelmes életre hívott el bennünket. Az ő szent lelke által vesztek előtt, minek utána a Szentlélek eljön rátok. Ha szeretnétek a Szentlélek erejét, nem kell más tenni, mint megtérni, megismerni az Úr Jézus Krisztust, alámerítkezni vízben, felnőttként döntést hozni, hogy én szeretem az Urat, és követni akarom, és vágyni a Szentlélek ajándékát, hogy betöltsön bennünket. És nagyon fontos, hogy a Szentléleknek nagyon sok ajándéka van. Az idő szűkössége miatt nem fog most ezekkel az ajándékokkal foglalkozni, az elmúlt időszakban beszéltünk róla sokszor, de igazából néhány ismertetőjét szeretném csak a Szentlélek ajándékainak megmutatni, illetve a Szentlélek keresztségnek. Mert tudjátok, sokan azt mondják, hogy igazából nincs is ilyen, hogy Szentlélek keresztség, mert amikor valaki rámelyedkezik, akkor be is tölti őt a Szentlélek. És való igaz,
azt látjuk, hogy a teremtés óta, tehát teremtéstől jelenésig, Isten, a jelenések könyvéig Isten szent lelke ott van. Ott volt, amikor csak víz volt, és kietlen és puszta volt a föld, illetve Isten jelenlétében is ott van a Szentlélek. És végig, az egész történelem során jelen van a Szentlélek. Nem tudnánk a Szentlélek nélkül Isten sem megismerni, nem tudnánk megérteni az ő igéjét, de mégis ő szeretne egy plusz áldást adni a számunkra, és ez a Bibliában, ha olvassuk a Bibliát elfogultság nélkül, egyértelműen nyilvánvalóan látható és meghatározható, hogy a Szentlélek keresztség az egy külön élmény. Az apostolok cselekedeteiben 5 különböző esetben is le van ez írva. Nagyon fontos, hogy az erőteljes és eredményes szolgálathoz szükségünk van a Szentlélekre. Nem üdvösség kérdése az, hogy betöltek ezzel a Szentlélekkel. Azt sem, hogy szólsz a nyelveken. De az biztos, hogy ha szeretnél eredményes szolgálatot végezni, ha szeretnél erőteljesen szolgálni, szükséged van Isten Szentlélekére, hogy betöltekezz vele, és rajtad keresztül hatással legyen a világra. Nagyon fontos, hogy a Szentlélek keresztség az nem egy élményközpontú. A jelek és a csodák azok csak kísérő jelenségek. Tehát ha azért szeretnél betöltekezni Szentlélekkel, mert kíváncsi vagy, hogy milyen, amikor tüzes lángnyelvek megnyilvánulnak, vagy milyen a sebesen zúgó szél zendülése, vagy milyen a nyelveken szólás, stb., akkor mellé fogtál. Mert Isten sok egyéb mellett nem egy cirkuszi mutatványos. Nem szórakoztatni akar bennünket. A Szentlélek keresztségnek nem az a célja, hogy élményekkel gazdagítson bennünket, bár hihetetlen élmény Isten szent lelkével közösségbe kerülni, de nem ez a lényeg. Ne az élményeket hajszoljuk. Ne a gyógyulást hajszoljuk például, vagy ne a különböző ajándékokat hajszoljuk, hanem a szent lelkkel való személyes, belsőséges közösséget. Ez a cél. Ez nagyon fontos, ahogy mondtam, személyes, és mindenki számára elérhető a szent lelkkel való közösség. Azt látjuk, az Ószövetségben egészen kevesen voltak, akik be tudtak töltekezni szent lelkkel. Egész kevés ember volt, akit Isten tudott használni. Volt néhány proféta, néhány király, néhány szent ember, akit Isten használt, betöltött őket Isten szent lelke. Viszont az Ószövetség időben azt látjuk, hogy a Szentlélek keresztség mindenki számára elérhető, aki vágyik erre, azt Isten be tudja és be akarja tölteni. Megint csak azt mondom, a közösség a lényeg. Az Istennel való közösség. A testünk a Szentléleknek a temploma. A Szentlélek bennünk akar lakozni. Rajtunk keresztül akar munkálkodni. Azt akarja, hogy az életünk teljes legyen, azt akarja, hogy valódi öröm legyen az életünkben is. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert az, amit a világ ad az emberek számára, ez ideig, óráig való öröm. Nincs az az alkohol, aminek a mámoros hatása, az örömteli hatása ne járna később macskajajjal, és nem unna el kifejezetten hamar. Nincs az a drog, ami tartós örömet tudna az embernek adni. De nincs az az emberi párkapcsolat sem, ami teljesen, tökéletesen működne. Akár házasság, akár barátságok, akár munkahely, csalódik az ember, fájdalmakat okoz és fájdalmakat szenved el. Nem egy egyszerű élet a föld élet Isten nélkül. De viszont Istennel hiszem, hogy teljes tud lenni. Ez nem kell más tennünk, mint hogy őt választjuk és beszélünk hozzá a saját szavainkkal. Elmondjuk a vágyainkat, elmondjuk a bajainkat. A Zsoltárok könyve egy nagyon jó példa, ahol Istennek az emberei rendszeresen kiöntik a szívüket Isten előtt. Nem szégyenlősködnek. Elmondják, hogy mi van a szívükben. És egy csodálatos dolog, hogy Isten nem csak, hogy meghallgatja őket, hanem még egyet is érzve nagyon sok esetben. És meg is áldja az életüket, és helyreállítja őket. Ha te kéred Istentől a helyreállást, Isten helyre fog téged állítani. Isten meg tud téged eleveníteni, meg tud téged újítani az ő szent lelke által. És vágyom arra, hogy a pünkösd üzenete tudjon ez lenne a számunkra. Itt a 2019 pünkösdjén tudjuk azt, hogy van helyreállás. Tudjuk azt, hogy fel tudunk készülni az Istennel való találkozásra. Nem kell félnünk a haláltól. Nem kell aggódnunk a bajoktól, amelyekkel szembe kell néznünk, mert minden bajon keresztül vezet bennünket Isten. Minden nehézségből kiment bennünket. Ott van velünk a Szentlélek harmadik személyeként. Azt látjuk a teremtés előtt, vagy teremtés után, Isten egy rövid ideig személyes közösségben volt Ádámékkal. A bűn sajnos bejött az életükben, Isten nem tudott közösséget vállalni a bűnös emberrel, de utána eljött az ő fia képében, és meghalt értünk, és meghalt helyettünk. Utána felment Jézus a mennybe, ahonnan vissza fog jönni nem is olyan sokára, de megígérte, hogy elküldje a Szent Lelket, és nem csak megígérte, hanem be is töltötte az ő ígéretét. Eljött a Szentlélek, és jelenleg Isten a Szentlélek személyében van jelen közöttünk. Itt a gyülekezeteinkben, a személyes életünkben, de a bűnös világ bármely pontján. Isten lelke ott van, és akar cselekedni.
akar helyreállást adni az emberek életébe. Akarja, hogy örömünnep legyen a mi számunkra. Szokták mondani, hogy legyen minden nap karácsony a gyerekek. Nem lenne könnyű kivitelezni, akár az étkezés vagy ajándékozás szempontjából, de maga az öröm. Isten azt szeretne, a gyerekek nem az ajándékokra vágynak elsősorban. Nem a finom ételekre vágynak, hanem arra az örömteli állapotra, amit a családi közösség meg tud élni. Én hiszem, hogy nekünk sem az ajándékokat kell vágynunk a Szentlélektől, hanem közösségre vágyni vele. Akarjuk őt jobban megismerni, és ne elégedjünk meg azzal, ami van. Vágyjunk többre. Akarjuk azt, hogy én nekem nem elég a Velvó közösségből, jobban meg akarnak ismerni. Én jobban akarnak téged szeretni. Én jobban akarom saját magamat megismerni, a saját céljaimat, amire te rendeltél engem. És ha van benned az a vágy, Isten ezt meg fogja adni. És ki tud teljesedni az életed, és minden egyes nap öröm tud lenni a számodra. És én erre szeretnék bátorítani mindannyiótokat. Keressétek az örömet, Isten ezt meg akarja nektek adni. Tartós és rossz következmények nélküli örömmel szolgál Istennek a Szent Lelke. Csak vágyni kell rá, kérni őt, hogy jöjjön a szívünkbe, betölt bennünket, és ad egy egészen új életet, amit még sosem tapasztaltunk meg. Megváltoztatja az életünket. Az Isten igéje, a Szentírás elvezet bennünket minden igazságra. Szentlélek megmagyarázza nekünk, hogy mit mond Istennek az igéje. Tudjátok, hiszem azt, hogy az összes fontos üzenet a Szentírásban egyszerű üzenet, ami könnyen érthető mindenki számára. És véghez vinni már sokszor nem annyira egyszerű őket, de ha elhatározom, Isten ebben segít. És őszintén vágyom és kívánom, hogy Isten ereje találjon meg bennünket ebben, hogy tudjunk teljesen helyreállni, és tudjunk teljes életet élni az ő szeretete által. Amen.